Sziasztok! Jöjjön az előrejelzés április harmadik hetére. Ez se lesz egyszerű. Április 17. hétfő Jinfa kígyónap. Hoppácska, egy energiacsökkentett nappal kezdjük a hetet. Nincsenek összecsapások, nagy érzelmek, csak a sárkány és a nyúl alapállása. Ezen felül viszont nem lesznek nagy érzelmi viharaink, nem robbanunk fel minden másodpercben, nem kapaljuk ki a másik szemét, és még csak rosszat sem álmodunk. Elleszünk foglalva a pénzügyi gondolatainkkal, ma ugyanis az játszik fontos szerepet számunkra. Jók is lehetünk pénzügyi döntésekben, mert ma átlátunk a sziten, és tudjuk, ha valaki játszmázik velünk ilyen téren. Április 18. Ked, tűz, lónap. Ma egy picivel több energiát kapunk, mint tegnap, de még mindig nem olyan erőseket, mint múlt héten. Így ezt is egy nyugodtabb nap, napnak, mondanám. Igaz, hogy két nehezítő tényező lehet benne, a család és a peresügyek. Ma ugyanis a családi múlt előtérbe kerülhet, nehézséget okozhat, illetve könnyebben jutunk el a peres helyzetekig, mint más napokon. Természetesen az érzelmek tombolnak, de ez inkább most jó irányba mehet el, inkább magunkhoz ölelnénk az egész világot, a angulatúra el rajtunk. Ja, és nagyon viccesek ma. Április 19. szerda intűz kecskenap. Ma a kíváncsiság hajt minket, mindenre is kíváncsiak vagyunk. Olyanok lehetünk, mint a két éves gyerekek, akik megkóstolják a homokot a játszótéren, mert mindent ki kell próbálniuk. Ma mi is mindenfélét kipróbálnánk, megtapasztalnánk, és kb. az egész napot a neten tudnánk tölteni, egyik hírből a másikba csöppenve és böngészve az eredményeket. Emellett felettébb óvatosak leszünk, nem hozunk hirtelen, meggondolatlan döntéseket. Április 20 csütörtök, Jan Föld majom nap. Ma ne nagyon tervezzünk, mert az egész nap a változásról szól. Pedig közben bennünk lesz a vágy a nyugalomra, a stabilitásra, mégis meg kell barátkoznunk a változásokkal. Ez pedig nem esik jól a szervezetünknek, emiatt hisztisek, hirtelenek és kiabálósak lehetünk. Ha valahogyan le akarjuk vezetni ezt a feszültséget, ezt a hisztikényszert, akkor menjünk el sportolni, mert van nagyon-nagyon jól fog esni. Április 21. péntek, Inföld kakasnap. Ma imádatra vágyunk. Mindenféle szinten, de legfőképpen szerelmi kapcsolati területen. Egyszerűen elvájuk a rajongást, és ha kevesebbet kapunk, akkor nyűgösek és követelőzőek lehetünk. Ezt a napot sem mondanám túl könnyűnek, hisz megint összecsap a kakas és a nyúl, és egyik sem tud győztesen kikerülni ebből a csatából, mindenképpen mindkettő sérül. Nagyon híú napunk lesz, majd jó mára időzíteni shoppingolás például, csak figyeljünk oda, mert könnyen túlköltökezhetünk. Április 22. szombat, fém kutyanap. Újabb álmokkal és megérzésekkel teli nap jön, nagyon kemény, nagyon ember, embert próbáló energiákkal. Klasszikusan az a nap, ami valakinek vagy valami valószerűtlenül jó lesz, vagy pedig hihetetlenül rossz nincs átmenet, nincs megúszás, ma olyan erős energiákat kapunk, amik mindenkire kihatnak. Érdemes ma sokat foglalkoznunk a lelkünkkel, a lelki fejlődésünkkel, mert határozottan jó irányba léphetünk előre, még akár karmikus tanulni valunk megfejtésében is. Április 23. vasárnap, disznónap. Nyugodtabb nap lesz ez a vasárnap, mint az előtte lévő szombat, de ettől függetlenül itt is tombolnak az energiák. Csak itt most átnyerkelünk a lelki tanulmányokról a testiekre, ugyanis ma nagyon fontos lesz a szexualitás, és felettébb megnövekszik a vonzerünk. Mondanom sem kell, ez flört hegyeket jelent mára, így ne csodálkozzunk, ha többen is ránk kacsintanak a buszon. Kacsintsunk bátran vissza, élvezzük a másokra gyakorolt hatásunkat. Tovább lépni viszont már csak akkor tanácsos, ha ezzel nem okozunk bánatot senkinek. Remélem tudtam egy kicsit segíteni nektek, és legyen nagyon szép hetetek. Sziasztok!